Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Köszöntöm nézőinket, Szepesi Tibor, a Déréni Kulturális Központ igazgatójával beszélgettünk, és mögöttünk hallatszik a gyermekműsor. Május 1-én a főtérre hoztuk be már évek óta a rendezvényt, most is így van. Mivel várják az érdeklődőket? Üdvözlöm a televízió nézőket! Próbáltuk úgy összeállítani a műsort, ami egyébként nem volt könnyű, hiszen egy négy napos hétvége, negyedik napján vagyunk, tehát nagyon oda kellett figyelni arra, hogy mikor kezdjük a programot, meddig tart a program, hiszen nagyon sokan elutaztak, nyilván holnapi nap már munkába kell indulni, iskolába kell indulni reggel. Tehát ennek megfelelően próbáltuk összeállítani a műsort, és hát természetesen arra figyeltünk, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére valót. Úgyhogy gyerekműsor, operett, nótaműsor, televízió, sztár, tehát megasztáros fellépő lesz, és hát a zárásként egy igazi kuriózum, ugye Por Pétert köszönhetjük gyakorlatilag először Karcagon a színpadon. És hát azért van légvár is a gyerekek nagy ömörére, lehet azért jégkását, tehát a nagy melegben mindenki talál olyat, amit szeretne fogyasztani. Természetesen a kiegészítő programokra is odafigyeltünk, népi játszótér, ugrálóvár, kézműves foglalkozás, és hát azt gondolom, hogy az elengedhetetlen árusok, kirakodóvásár, ahol sok mindent beszerezhető, ami ilyenkor a Majálison elő szokott fordulni. És hát a szokásos kutyaügyességi bemutató is lesz, hiszen mondhatjuk, hogy ez már Karcaghoz hozzátartozik. Így van, minden május 1-én vendégül látjuk a kutyaügyességi bemutatót, aztán évvégén ugye a lovas napon lehet majd őket még köszönteni. És hát van más rendezvény is a városban, hiszen nem csak itt a főtéren, hanem a sportpálya környékén az íjász versenyre is kilátogathatnak azok, akiket az a része érdekel a májusi rendezvénynek. És hát azt gondolom, hogy az időjárása nem lehet panasz, hiszen ideális ehhez a Majálishoz. Egy kicsit izgultunk, hiszen az elmúlt években mindig jó idő volt, és ugye a nagy számok törvénye alapján előbb-utóbb előfordul, hogy egy-egy zápor rendezvény kellős közepén jelenik meg, de ahogy néztük az időjárás jelentést, ma végig jó idő lesz. Tyukodi László népi faszobrásszal beszélgetünk itt az alkotásai között. Mindig nagy sikert szokott aratni, amikor faraghatnak a gyerekek. Most is van erre lehetőség. Már volt, aki faragott a kis szobron, és ezt már 20 éve csináljuk, ugye? Ezt a gyerekfoglalkoztatást szeretik pedig a gyerekek. És egyébként hány éve készül már az a szobor, hiszen minden fesztiválon mindig van, aki egy picikét farag. Van olyan szobor, ami 5 évig készül. Mondják is, hogy mert, hát azért, ha én faragom, akkor hamarabb, de a gyerekek faragják, azt meg nem engedem úgy, hogy na most bum bele, hanem szép lassan, hát faragják lassan, és szoktam is váltogatni, hogy ne unják meg. És egyébként melyik fából a legegyszerűbb faragni, vagy legkönnyebb? A legjobb és a legkönnyebb, mondjuk a juharfa nagyon jó lenne, ha lenne itt Karcagon olyan lehetőség. Néha körtét tudok szerezni, de nagyon nehéz Karcagon fához jutni, hát ezt tudja mindenki, hogy itt azért nem egy nagy fás terület, főleg olyan gyümölcsfákkal, meg ilyenekkel, de össze szoktuk mi hozni azért, hál' Istennek. Bár lenne már olyan magas, olyan nagyobb megrendelő is, hogy itt tudom én mondjuk most Mátyás év van, egy Mátyást faragni, nagyon jó lenne. Nem? Reméljük azért, hogy lesz még megrendelés is, és hát azt is, hogy egyszer elkészül ez a szobor, és azért a gyerekek azért sokan... Ezt ha én akarnám, akkor egy 2-3 nap múlva készülne, de nem akarom szándékosan. Nem baj, de hát egyszer majd elkészül, és annál szebb lesz. Úgy gondolom, hogy majd ősszel már nem hozom. Sőt, majd egy kicsit nagyobbat, hogy látványosabb legyen. Hát a gyerekek azt is szeretik, ha látványos. Hoffmann Károlynéval beszélgetünk, aki Püspökladányból hozott csodaszép dolgokat. Ezek saját termékek? Igen, saját termékek. Annak idején ezt tanultam, és kamatoztatom, mert nagyon szerettem a szakmámat, és ez mind saját készítésű termékeim. És mi a kedvenc? A tyúkanyom.
A tyúkanyó és a ceruzatartó. És azt mondjuk ilyen tojástartónak melegíteni, vagy mi mindenre lehet használni? Tojástartónak is, meg tálalónak. Pogácsát lehet benne, vagy bármi pékterméket, és akkor a gyermekeknek kínáljuk, szívesebben vesznek belőle. És hát azt gondolom, hogy ezek a szép zsebkendőtartókban is szívesebben veszik ki a gyermek a zsebkendőt. Igen, igen, mert amúgy a varrást azt tanultam, de már 28 éve óvodában dolgozom gyerekek közt, és mindig próbálom egy kicsit vinámabbá tenni a napjait, hogyha ilyen gyerekeknek kínálom ezeket a kis dolgaimat. Igen, ezek ilyen nagyon szép tavaszi élénkszínek, tehát itt a tavasz. Hát igen, igen, próbálok vidám lenni, próbálok mindent vidáman felfogni, mert van két gyönyörű kislányunokám, és azoknak is mindig kedveskedek. Az első munkáimat mindig a kismenyemnek és a lányoknak készítem el. Pincésnél Sózsonyival beszélgetünk, itt sok-sok mindent látunk, de mi minden van itt? Hát nekem láthatóak a kunsági hímzéseim, és Ági lányomnak láthatóak az ékszerei és a nemezelt apró tárgyai, egy-két keresztszemessel megspékelve. És hát a népszerű tűzzománc ékszerek. Igen, igen, és hát a tűzzománc ékszerek. Ugye azt mind a két leányzó készíti, ezért is mondtam Ágit, mert elég sok már most az ő munkája jelenleg. És egyébként vannak trendek mondjuk a tűzzománcban, hogy mikor mit keresnek, mert azért a kunhímzés az azért az adott, tehát azt azért ismerjük, azt tudjuk, abban nem sok változás van. Hát vannak újabbak, egyre inkább úgy elfele száll a valóságtól a tűzzománc, úgyhogy nekünk is majd most újítani kell egy teljes skálát. A tervek már kész vannak, csak az idő a nagy úr nálunk is. Tudni Harsány Erdélyen kislányával hallgatja a gyerekműsort, hogy tetszik? Nagyon szeretjük a Fogi Színházat, ezért mindenképpen szeretünk feljönni, és nagyon-nagyon szép előadást láthatunk. Gyönyörű az előadás, és nagyon szépek a jelmezek is, és a gyerekeknek ez kell, és a kislányom nagyon élvezi. De azért úgy látom, hogy itt a felnőtteknek is nagyon tetszik ez a zene. Mindenképpen, hát ezen nőttünk fel. Legalábbis az én generációm. Én is akarok. Na mondd el, neked hogy tetszik? Nagyon. Konci Fruzsinak kisfiával hallgatja a műsort, hogy tetszik? Nagyon jó lehetőségnek találjuk, hogy van ilyen Karcagon, és már voltunk itt egy ilyen műsoron, most hát ennek a színháznak az előadásában, ami a Dérinében volt, és ezért is jöttünk, hogy még egyszer meghallgassuk őket. És Kendének van kedvenc szereplője? A Rák volt az, mert szerinte az vicces. Egyébként lesz még más programma? Még a népi játszóteret fogjuk megnézni. Aztán szerintem nekünk ennyi, mert még délutáni alvás következik. Köszöntöm nézőnket, hamarosan kezdődik az IASZ verseny. Bonnár Ferenccel beszélgetünk, itt nagyon sokan jöttek. 200 körül voltak tavaly is most. Igen, a tavaly évhez kicsit ez egy picit visszaesés a létszámban, ha így nézik, hiszen tavaly majdnem 250 versenyző látogatott bennünket. Az idei előnevezésen 210 körül állt meg. A pontos számok majd a végén derülnek ki, hogy ez most 210, 215 vagy éppen 205, de 200 fölött van a versenyzők létszáma, az biztos, és nagyon összetett, heterogén a összetétel a létszámnak. Miskolctól Szegedig, Gyuláig, Szolnokig bezárólag nagyon sok helyről jöttek, elég messziről, sőt még határainkon túlról is nagyváradi barátaink, ugyanígy, mint ahogy tavaly is itt voltak. Tovább idén is így nemzetközivé tették a versenyünket. Hallottuk, azért más országokból is van egy-egy versenyző. Igen, egy-egy országból itt ilyen rokoni és ismerési kapcsolatok révén, Németországból és Írországból van egy-egy látogatónk, úgyhogy szorítunk nekik, hogy jó eredményt érjenek el. Ilyenkor a karcagiak a rendezésben vesznek részt, de sok-sok másik versenyen önök is szerepelnek. Mi volt a legutóbbi? A legutóbbi az a nem messze innen lévő kis Sáp község. Ha jól emlékszem, 8 versenyzőnk képviselt a kötöny népe íjászait, és elég szép eredményeket értek el, első, második, harmadik helyet is hoztak el. Ez múlt héten volt nemrégen, és 2 hét múlva pedig
folytatódik a dolog, és megyünk Nagyhegyesre. Úgyhogy nem áll az élet, május-június folyamatosan versenyzések. Térjünk vissza a mai versenyre, hány cél van? Jelen pillanatban 21 célt állítottunk föl, és annyi a változás a tavalyhoz képest, hogy minden célból sokat vásároltunk idén, és minden célból kettőt, duplát állítottunk fel, és így egy csapatból egyszerre kettő ember tud lőni, A és B csoportra lesz magyarul osztva, egyszerre kettő lőnek, feleződik a lövés idő, a verseny ideje is, és mindenki időben végez, nem kell kapkodni a végén, meg este hatig itt lenni, mint tavaly nagyon sok káig elhúzódott a 250 ember miatt, meg ott ugye egy cél volt, és így ezt nagyon leredukáltuk ezt az időt, úgy tervezzük, hogy így mindenki időben hazaér, hiszen holnap munka. Ez a 21 cél, ez nagyon szépen el lett osztva, ugyanúgy vannak benne változatos mozgó célok, fix célok, 2D, lőlaposok, távolsági, közelebbi, kis 3D-ek, ami meglapul a fűbe, kis varánusz, úgyhogy lesz kihívás is a versenyzőknek, de vannak könnyebb célok is természetesen. És korcsoportokban, tehát ki a legfiatalabb korcsoport és ki a legidősebb? Igen, a korcsoportot most 6 csoportra osztjuk, van egy bónusz csoportunk. A úgynevezett gyermek az 10 évig, utána van egy serdülő 10-14-ig, az ifik 14-18-ig. Van egy felnőtt kategória, ugye 50 évig bezárólag, és egy szenyor 50-től fölfele, de van egy bónusz kategóriánk, a 60 fölöttiek, az egy úgynevezett bölcs kategória, hiszen azért egy 50 éves, frissen felnőtt mezőnyből fölkerült embert, egy 70 évessel már nem feltétlenül egyenlőek a küzdelmek, és ezért létrehoztunk egy 60 év feletti csoportot, és van, ha jól emlékszem, 8 nevező ebbe a korosztályban, tehát hál' Istennek az idősek is képviselteti magukat, és nagyon örültek, amikor látták, hogy van nekik egy külön korcsoport, hogy a hasonló korú ember íjásztársaikkal kell versenyezniük. Jó versenyzést kívánunk! Köszönjük szépen! Kovács Sándorral beszélgetünk itt a mennyit előtt, nem érkezett üres kézzel, hiszen íjakat látok. Igen, egy nyílvesző, egy ezüst nyílhegyjel rendelkező nyílvesző, ez a Kunsztszövetség ajándéka, és majd a megnyitón át szeretném adni annak, akinek a Kunsztszövetség átadja, azoknak, akik szervezik ezt a kitűnő versenyt, és azt gondolom, hogy a környék, ha nem Kelet-Magyarország egyik legnagyobb létszámú talpas íjász versenye, és évről évre többen vannak. Az első alkalommal azt gondoltuk, hogy nem lehetnek ennél többen, amikor az első alkalommal voltak, de híre megy, akik tavaly voltak, tavaly előtt, azok eljönnek, és egyre többen csatlakoznak hozzá. Nagyon jó ez a hely, ez az erdő részlet itt a futópályánál, és mindenki jól érzi magát, jó a szervezés, jó a hangulat, és hát kitűnő sport és hagyományőrzés az íjászat. Hát azt gondolom, az is nagyon jó, hogy itt a szabadban van, tehát nem egy zárt teremben, hanem itt tényleg mindenki nézheti a virágzó akácfáktól kezdve, itt a lombkoronás sétányig el lehet sétálni a verseny közben. Így van, de én láttam azt, amikor esős, borongós, rossz idő volt, akkor is ez a csapat, az íjászok jó kedvel, fegyelmezetten végigcsinálták a versenyt, és akkor is élvezték, és hát ez meg külön bónusz, hogy gyönyörű május elsőink van, hogy szinte nem is tavasz, hanem már nyár, és hát minden szépségét megmutatja ez az erdő, a futópálya, a lombkorona sétánya, a karcagi ligetes erdő részek. Én azt gondolom, hogy nagyon szép és jó hangulatú verseny lesz a mai. Reméljük így lesz. Köszönjük szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszöntöm nézőnket, Ferenci Sándornéval beszélgettünk. Itt hamarosan kezdődik a kutya bemutató. Már itt látom, hogy új hozzávalók is vannak, de mivel várja az érdeklődőket? Jó napot kívánok! Meghívást kaptunk május 1-ére, hogy tartsunk egy kutyaügyességi bemutatót. Szívesen fogadtuk a felkérést, mert ezt imádjuk az egész családom. És mi lesz ma itt? Hát ma egy ilyen ügyességi bemutatót tartunk, meg egy engedelmes részébe bemutatót tartunk. De itt látom, hogy palackokból már új akadály van, tehát mindig igyekszik ön is megújulni. Igen, ezt interneten láttam, ezt a ásványvizes flakont, és megcsináltam, de szeretik a kutyáim, ugorják szépen, meg a kutyaiskolába is már oda is készítettünk egy ilyen újabb akadályt. Hány kutyát hozott ma? Most 3 saját kutyámat hoztam a kennelemből, meg a kutyaiskolából 2 kis huszkárom jön majd még, meg Mircsike kisunokámnak van egy kis pincser, kis szukája, azt is hoztuk kezdésbe.
És hát itt áll a mami mellett, ő is, azt hiszem, hogy az utánpótlás már adott. Igen, ő lesz a utánpótlás kis kutyás. Már majd készülünk, május 13-án megyünk Szolnokra egy ilyen cackutya kiállításra, és ott már a fajtiszta kis pincserit föl fogja vezetni, és a kutyapárba is indul vele, mint kis kutyás. És egyébként ilyenkor van korhatár, tehát ő már ott a legfiatalabbak közé számít, gondolom. Hát igen, van 9 évig mehetnek a gyerek kutyapárba, és hát ugye ő még azért egy 5 éves kicsi, de azért büszke vagyok rá, mert Debrecenbe is indult a gyerek kutyapárba. Én azt kell, akkor legyen sikeres, hiszen van még több unoka, aki még esetleg a mama nyomdokaiba léphet, és hát akkor az, hogy még sok alkalommal tudja megmutatni, hogy mit is tudnak az ön kutyái. Hát nagyon szépen köszönöm, hát igyekszünk, hogy mindig, meg azért sok szép eredményt is értünk már el a kutyáimmal. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, Földvelin és Simon Jolával beszélgetünk, hiszen nagyon szép rangsorban, nagyon szép helyezést ért el a karcagi nagykor református általános iskola. Ez egy kicsit így rébuszosan hangzik, viszont bekerült a top 100 közé az iskola. Mi ez a lista, és egyáltalán kik állították össze? Megjelent a neten egy honlap, ennek a honlapnak az a címe, hogy legjobbiskola.hu. Ez az általános iskoláknak Magyarországon, az összes általános iskolának egy top listája, egy top 100, és az országos kompetencia mérések során elért eredmények alapján állították össze. Ugye az eredmények a matematika, illetve az olvasás szövegértés, és az előbb említettem, hogy több évre visszamenően átlagolták az eredményeket, és így a református általános iskolánk országosan a 27. helyet foglalta el, vagy foglalja el. Tehát akkor ez meglepetés volt önök számára is? Igen, ez nagy meglepetés volt, mert eddig még ilyen nem volt, ilyennel még általános iskolák esetében ilyen rangsor együttes tulajdonképpen még nem volt, nem találkoztunk vele, úgyhogy nagy meglepetés volt, és én úgy gondolom, hogy elsősorban a szülők számára készült, ez egyébként a honlapon olvasható is, abból a célból, hogy segítsék a szülőket az iskola választásban, és hát amikor ugye megnéztük, nyilván mi is kíváncsian top 100, és akkor mentünk a listában lefele, Karcagi Nagykor Református Általános Iskola, 27. helyezés, ha így sportszerűen mondhatom, hogy helyezés, és azt is el kell mondani, hogy Jász Nagykun Szolnok megyében nincs is a listában, egyetlen egy iskola nem szerepel. Pesti iskolák, nagyon-nagyon sok pesti iskola van, nagyvárosi iskolák, Pécs, Veszprém, Debrecen, de elsősorban budapesti iskolák, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre, amire tulajdonképpen úgymond nem számítottunk. De akkor azt is elmondhatjuk, hogy ez nem egy szubjektív dolog, hanem ezek objektív, tehát tényekkel alátámasztott, tehát ez is emeli ennek a rangját, hogy ilyen szép helyezést értek el, még jobb. Az Oktatási Hivatal honlapján fent vannak évenként a mérési eredmények. Az Oktatási Hivatal javítja, vagy javítatja a tesztlapokat, tesztfüzeteket, és ugye mi mindig tudjuk, nyomon követjük, a fenntartó is, és az iskola is, hogy a mi eredményünk, a kompetencia mérési eredményeink minden évben az országos átlagot jóval meghaladják, tehát magasan az országos átlag fölött vannak. És tulajdonképpen ez a 27. helyezés, vagy besorolás, inkább így mondanám, ennek a több éves, hát sikeres mérésnek az eredménye, tulajdonképpen a hozzáadott pedagógiai érték.
Én azt kívánom, hogy akkor, ha újabb ilyen összeállítás készül, akkor még följebb kerüljen az iskola, és hát azt gondolom, hogy büszkék lehetnek arra, hogy a megyében egyedül vannak benne ebbe a top 100-ban. Igen, ilyen kis iskola, mint a miénk, ilyen kis városban, én azt gondolom, hogy nagyon büszkék vagyunk a pedagógusok munkájára, a gyerekek teljesítményére, és a kedves szülőknek a segítő munkájára. További sikereket kívánunk Önöknek! Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket, Benéni Kecskeméti Anikóval beszélgettünk egy nagyon szép eredményről, hiszen Debrecenben kiemelt aranyminősítést kaptak az apró lábak. Hogyan is jutottak erre a fesztiválra, és mit kell erről tudni? A Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett Himzetkötény kis csizma néptáncos versenyre már februárban jelentkeztünk, és elfogadták a jelentkezésünket, és mindig írták, hogy fognak még továbbiakat írni, hogy hogyan is van a további jelentkezési mód. És elkövetkezett a fellépés napja, melyre a szülőket felkészítettük. Ugye van egy apró lábak zárt csoportunk, melyben a szülőket tájékoztatjuk, hogy hogyan is fog ez a rendezvény majd sikeresen lezajlódni. A szülők készültek nagyon, kislányoknak hozták a pántlikát, harisnyanadrágot, cipőt, az óvodában itt elkészültek a szépen kikeményített vashalt ruhák, melyet köszönök a Daduska néninek, aki kivasalta és rendbe szedte, hogy tényleg dicséretet kaptunk az öltözetünkért is. A fiúknak is értem, hogy nekik is legyen fekete cipő és fekete nadrág. Az inget és a mellényt egy pályázat kapcsán nyertük, és így a ruhát azt mindig az óvodából visszük a felhívásokra, felkérésekre. Így történt ez ezen az alkalmon is. Azért már rutinosak a kicsik, tehát sok-sok fellépés van már mögöttük, de azért Debrecenbe elmenni, gondolom, hogy nagy izgalom volt. De hogyan is zajlott ez a verseny? Nagy izgalom volt, Takács József autóbusz sofőrrel is felvettük a kapcsolatot, és ő ide az oldánk elé 9 órakor ide érkezett, szülők is, egy gyermek, egy szülő, a 36 fős autóbusszal mentünk, előtte az étkeztetéstől is elkértük a hideg élelmet, és így az étkezésünk is ingyenes volt. Gulyás Ferencné intézményvezetőm segítségével az autóbusz költsége is mindenki számára ingyenes volt, és nagyon szépen köszönjük a mindenkori támogatását intézményvezetőnknek. Megérkezett akkor a csapat Debrecenbe, és mit kell tudni a fellépésre? Hanyadikak voltak? Tehát egy picit avassuk be a nézőinket is, hogy milyen izgalmak váltak ott a kicsikre. Megérkeztünk éppen időre, átöltöztünk, mosdót használtunk, és már rögtön szóltak, hogy van egy színpadi bejárás. A gyerekekkel megismerkedtünk a Debreceni Kulturális Központ színpadjával, és nagyon ügyesen egyszer mindent megnéztünk, hogy kinek hol a helye, mert ugye fontos életkori sajátosságok figyelembevételével, meg a gyerekek fejlettségét is nézve, hogy tudják, hogy hol és mikor és mit fogunk csinálni. Felkészültünk erre mi itthon, de azért a színpadra fölmenni mégis nagyon nagy izgalom volt, de én azt mondom, hogy nagyon ügyesek voltak már a főpróba közkor is. Ötödikként léptünk a színpadra. Nagy közönségünk volt, teltházas volt a terem, és megnézték a többi csoportok is, és a felnőttek is a mi kis műsorunkat, és volt zsűri, amire felkészítettem a gyerekeket is, és a szülőket is, hogy most aztán nagy megmérettetés lesz, mert el fogják mondani, hogy ki milyen ügyesen táncolt, milyen volt a koreográfiánk, és hogy együtt lélegzette a csoportunk, és ez így is történt, hogy a zsűri, amikor a 6. műsorszámnak vége lett, egy kis szünetet rendelt el, és azután következett, hogy eredményhirdetés, és mindenki már nagyon várta, nagy izgalommal, hogy júj, óvónéni, ügyesek voltunk. Mi lesz majd szerinted, óvónéni, az eredmény? Hát mondom, gyerekek, itt a zsűri fogja eldönteni. Öt
felnőttet, láttam öt zsűritagot, és nagy figyelemmel követték a műsorunkat, meg mindenkiét szerintem, és a végén tényleg el is mondták, hogy mi az, ami számukra kiemelkedő volt, és mi az, amit nagyon értékeltek. Kezdődött a külön díjasokkal, utána a bronzminősítés, ezüst és az arany. És akkor egy kis csend, és kiemelt arany a Madarász Imre Egyesített Óvoda apró lábak gyermektánc csoportja kapta a kiemelt arany minősítést, és hát nagy újongás ugye a terembe a szülők és a gyerekek részéről, nagyon boldogok voltak, és nem csak a kiemelt arany minősítést kaptuk, hanem a koreográfiánk is külön díjas lett, ezen kívül két kisgyermeknek a tánca is nagyon tetszett, és ők, a kis táncosaink, ők is kaptak emléklapot, ők a legjobb táncos emléklapját kapták. Nevesítsük a két kistent, hiszen én már láttam az oklevelen a nevüket. Szabó Dóra és Vadász Dóra. És hát szerényen elhallgatta Ó néni, hogy a legjobb koreográfusnak járó díja azért az ön neve volt azon az oklevélen, úgyhogy ehhez még egyszer szívből gratulálunk, és hát további sikereket kívánunk a csoporttal, és sok-sok hasonló élményt. Nagyon szépen köszönjük. Írtam egy pályázatot, ezt elmondtam a buszon is a szülőknek és gyerekeknek. Ha sikeres lesz, akkor a folytatása következik kirándulások sorával, mert a táncház találkozót írtam be. Így legyen. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm nézőinket, Nagy Évával, a Karcagi Nagykor Református Gimnázium igazgatónőjével beszélgetünk. Azt gondolom, hogy mindenki nagyon izgul már, hiszen napokon belül elkezdődnek a ballagások a városban. Önöknél mikor? Május 4-én pénteken, szokásos módon 3 órától itt az iskolában, délután 3 órától, és 4 órától pedig a nagy templomban lesz az ünnepi ballagási istentiszteletünk. Gondolom, hogy minden osztály már a következő napokban meg elbúcsúzik és készülnek, de lesz a szerenád, tehát mit lehet tudni az előzményekről? Így van, az utolsó héten, ugye, ami egy darab hét, ott a május 1-i hét, akkor búcsúznak tőlünk és az iskolától a diákok, őket tanító tanároktól a már megszokott módon osztálykeretek között, és akkor az utolsó előtti napon, csütörtökön pedig lesz egy szerenád itt az iskolán belül, tornaterembe, ahogy már elkezdtük a 9. évet, hogy az egész évfolyam együtt volt Beregfürdőn a gólyatáborba, most együtt zárják le a 4 évet a tanári karral együtt. És hát utána pedig kezdődnek az érettségi vizsgák. Ennek mi lesz a menete? Egyáltalán hányan érettségiznek? A 12. évfolyamunk 63 fő, ők fognak érettségizni, és vannak előrehozott érettségizőink is, akik angolból és informatikából tehetnek, és tesznek is előrehozott érettségit. A mostani évfolyamunkon 29 olyan diák van, aki emelt szinten is érettségizik. Van köztük, akik két tantárgyból is érettségiznek, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a többletpont, hiszen azért választják az emelt érettségit, ez nagyban segít őket majd ahhoz, hogy felvegyék őket egyetemre, főiskolára. És mi a tendencia, mik most a népszerű szakok, tehát hova jelentkeznek? Nagyon változatos, ahogy én kérdezgettem a diákokat. Általában megfelelő szakpárjuknak, megfelelő iskolát választanak, egyetemet választanak, de olyanok is vannak, akik teljesen más szakirányban fognak tovább tanulni. A tapasztalat az, hogy kb. 80%-uk a gimnazistáknak megy tovább tanulni egyetemre, főiskolára, a többiek pedig OK-s képzésben tanulnak, tehát a középiskolában, gimnáziumban végzettek is tanulhatnak szakmát, nem csak a szakgimnáziumban végzettek. A legnépszerűbbek az most többen vannak, akik orvosira fognak jelentkezni, mindig vannak, akik gyógyszerész, vegyész, mérnökire mennek, illetve a mérnöki szakok azok nagyon népszerűek, villamosmérnök, gépészmérnök, és az informatika. Tehát ez az egyik sláger, ami ugye programozás és hasonló témát ölel fel. De most feltűnt, hogy többen olyan diákunk is van a jó sportolók között, akik a Nemzetvédelmi Egyetemre szeretnének bekerülni. De természetesen vannak, akik a humán vonalat választják, tehát mondjuk angolan szeretnének tovább tanulni, és esetleg tanárszakon is gondolkodnak, és ez nagy öröm számunkra, hogy nagyon jó képességű diákok pedagógus pályára szeretnének menni.
Azért előtte még érettségi is van. Mondjuk el a menetét, tehát magyar, hogyan, tehát milyen napokon mit fognak majd írni? Ugye először a magyar nyelv és irodalommal kezdenek a diákok 4 órában hétfőn. Aztán matematika, történelem, angol, és utána jönnek ezek a úgymond kötelező tantárgyak, és utána jönnek a szabadon választott tantárgyak. Nagyon nagy a paletta, népszerűek a természettudományos tantárgyaink. Biológiából, kémiából, földrajzból, fizikából, informatikából sokan. Közép- és emelt szinten is vállalnak érettségit, de a testnevelést is nagyon szeretik, tehát abból is sokan fognak, és most az utóbbi 1-2 évben református hittamból is többen érettségiznek. Mikor kezdődnek a szóbeli vizsgák? A szóbeli vizsgák június 18-as héttel kezdődnek, és az a hét és a következő hét hétfő kedje lesz. Tehát így osztottuk be a 3 osztályt, hogy gyakorlatilag másfél hét alatt le tudnak érettségizni. Hát akkor én azt kell, hogy mindenkinek legyen sikeres az érettségéje, és hát mindenkit oda vegyenek fel, ahova szeretné. Mi is ezen vagyunk, és ezt kívánjuk mi is a diákjainknak, és az elmúlt 4 évben ők is, és mi is ezen dolgoztunk, úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg mindenkinek szép eredménnyel fog sikerülni az érettségéje, és bekerül arra az egyetemre, ahova szeretne járni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Köszöntöm nézőinket, Kalocsai László, a Nagykun Horgász Egyesület elnökével beszélgetünk ebben a gyönyörű, szép tavaszi időben. A tavasz az kicsalta a horgászokat is a tópartra. Én is szeretettel köszöntöm a karcagi televízió nézőit. Igen, hál' Istennek jó idő van, talán egy kicsit hamar is beköszöntött a nagyon jó idő, úgyhogy körbe lehet majd nézni, azért látszik, hogy vannak már horgászok a tavon, már hál' Istennek fogdostak az idén is, halkat, szépeket is, és volt már 10 mázsa a ponty telepítés a tóba, illetve egy pár nappal ezelőtt 50 kiló kisebb csukát hoztunk, mivel rengeteg a racbór, ami elszaporodott a tóba, és szeretnénk, hogyha a csuka megritkítaná ezt a halat. És hát azért szép a környezet is, látszik, hogy azért sokat foglalatoskodtak itt télen azzal is, hogy szépítsék a környezetet, de úgy tudom, hogy folytatják ezt a munkát. Igen, volt már egy pár nap társadalmi munka, most hétvégén megint volt társadalmi munka vasárnap, a nádat, amit levágtunk, azt összegerebjéztük. Sajnos ugye most a tél nem volt olyan hideg, hogy benn a nádszigeteket le tudjuk vágni, tehát egy napig, aki akkor ráért, éppen bement és levágta, de benn a dánat nem tudtuk levágni. Milyen szezont vár, hiszen itt azért sokan vannak már kint, voltak-e már fogások? Voltak fogások, már fogtak. Ketten, amiről én tudok, már ketten fogtak ilyen 3 kiló körüli harcsát, fogtak csukát, 4 kiló 10 dekásat, 3 kiló 10 dekásat, fogtak pontyokat, van, aki már 20-on felül is fogott, hát ugye ki mennyit jár ki horgászni, tehát ez nagyban befolyásolja az eredményt. Reméljük, hogy sok fogás lesz, hiszen az előbb is mondta, hogy telepítettek, de úgy tudom, hogy azért gondok is vannak itt a vízben. Hát sajnos van, ugye, mert egy pár éve megint megjelent a vidra, ami sajnos eléggé pusztítja a halat, de ez több horgász egyesülettől is hallottam, hogy náluk is vannak ilyen gondok, hogy a vidra megjelent. Hál' Istennek, ami viszont nagyon jó, hogy régen volt a tóba ennyi víz, és nagyon most tényleg szép, tiszta a víz, az a rengeteg eső, beárvíz ugye megemelte a talajvizet, és tényleg most nagyon szép, ahogy lehet is látni, nagyon szép a tónak a vize. És hát akkor mindenféle nagyobb kár nélkül átvészelték a telet a halak is. Igen. Tehát nem látunk abszolút semmiféle halpusztulást, nem volt, hál' Istennek. Az önkormányzattól újabb 15 évre bérbe kapták, vagy üzemeltetésbe kapták ezt a tavat. Akkor ez azt jelenti, hogy tudnak egy picit tervezni is. Mik a következő évek tervei? Hát először is, ami nagyon fontos lenne, hogy a kerékpárutat, illetve a gépkocsiutat, tehát ezt meg tudjuk csinálni. Ugye ez azért nem kis pénz, de tudjuk, hogy vannak ilyen pályázati lehetőségek, akár a HACS programba is, majd lesz, remélem, illetve a megyei szövetségnél is lehet pályázni, a horgász szövetségnél. Aztán ezt szeretnénk, mert ez nagyon fontos, hogy az utakat azért rendbe tegyük. Hányan váltottak eddig horgászjegyet? Az egyesületnél, tehát nem csak a tóra összességében, ilyen 461 nehány felnőtt, illetve 80 körüli gyermek váltott idáig engedélyt. Ez a korábbi évekhez képest, mint a többnek tűnne?
mi megnéztük, a tavalyi évben ugyanezen a dátumon egyel volt több, mint az idén. Tehát épp megnéztük, hogy április 19-én tavaly egy fővel volt több, mint ebbe az évbe. Hát de utána még biztos, hogy jönnek még többen. Mikor lesznek idén versenyek? Az idei versenyek ugye a városi rendezvények keretében augusztusban lesz, augusztus 20-án lesz, jól emlékszem, vagy 19-én, pontosan nem emlékszem, akkor lesz a városi rendezvénysorozathoz tartozó verseny. Szeptemberben lesz a gyermekverseny, illetve szeptember végén vagy október elején, tehát az utolsó telepítését után lesz a házi versenyünk. Hát akkor mi azt kívánjuk, hogy sok fogás legyen a tóban, és hát akkor különböző pályázatokat, hiszen ahogy elmondta, pályázatokkal tudnak csak előrelépni. Igen, azért pályázatokkal tudunk előrelépni, mert azért vannak rendesen kiadásaink is. Ugye áram, illetve munkabér vagy kiadásaink is vannak, és azért a pályázatból, hogyha tudnánk nyerni, azért az nagyon sokat segítene. Akkor sok sikert kívánunk Önöknek. Nagyon szépen köszönöm. Szabó Sándorral beszélgetünk. Mióta nyár ide horgászni? Ma a 70-es évek vége óta. Hát akkor tulajdonképpen még majdnem gyerekként? Így van. Ifjúságiként kezdtem. Mi volt itt a legnagyobb fogása eddig? 16 kilós amót fogtam eddig legnagyobbat. És egyébként szereti a halat? Igen, szeretem. És el is készíti? Igen. Ma sem megy haza üres kézzel, mondhatjuk, hiszen van ma is fogás. Mit fogott? Ma kárász sikerült fogni. 5 darabot. És mi lesz belőle? Valószínűleg sült le. És egyébként mit jelent itt kint a tó mellett várakozni? Tehát miért szeret ide kijárni? Hát lehet pihenni, az legfőbb halat fogni. És egyébként miért nyugtatja a horgászás? Igen. Mi a kedvenc hala? Hát a kárász meg a sülődé. És máshova is jár, vagy csak itt horgászik? Hát mostanában már csak ide jár a horgász. És milyen technikával? Hát legfőképpen úszóval. Kis László már azt gondolom, hogy a mai napot jól zárja, hiszen a pont előttünk fogott ki egy hatalmas halat. Igen. Kukoricával fogtam, és szép húzós kapása volt neki. És hát ennyi. Mit kell tudni, mekkora volt ez a fogás? 3,80 kg. Mióta jár ide horgászni? Hát én már vagy 12 éve, 13 éve. Mi a vonzó a horgászásban? Hát pihenés, kikapcsolódás, meg az ilyen szép halak, amik jönnek itt a tóba. Ennyi. Mi volt a legnagyobb fogása eddig? Hát egy 5 kilós ponty. Szereti a halat? Hát így fogni csak jobban. De nem engedi vissza, tehát nem sporthorgász? Hát nem. Így halászlét ritkán megeszik. És ebből mi lesz? Ebből halászlé lesz, ebből is. Akkor sok sikeres fogást kívánunk. Köszönöm szépen. Köszöntöm nézőinket, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban Kovács Tibor Benedekkel beszélgetünk, aki egy nagyon szép helyezést hozott el egy országos versenyről. Mi volt ez a verseny? A Szipolka matematika verseny országos fordulóján voltunk múlt szombaton, és első helyezést értem el. És számomra a matematika olyan, mint másnak mondjuk a történelem, tehát miért pont matematika? Hát szeretem a matematikát, egy jó tantárgy, lehet gondolkodni benne, és a sikerélményt ad a megoldás. És nehéz volt a verseny? Nem, igazából könnyebb volt, mint amire számítottunk. Tanárnővel rengeteget készültünk rá fakton, és ez egy levelezős verseny volt, és együtt dolgoztuk ki az előző fordulókat, a mielőtt postáztuk, és utána az előző évek feladatait végig gyakorolva készültünk a versenyre. És egyébként ilyenkor, amikor ilyen verseny van, matekból napi hány óra gyakorlás van? Hát az igazat megvallva erre csak annyit gyakoroltam, amit a fakton gyakoroltunk tanárnővel, meg a levelezős fordulók. Tehát otthon igazából magamtól nem nagyon készültem rá. Érezted, hogy jól sikerült? Tehát mennyire volt nehéz? Mondtad, hogy egy picit nehezebbre számítottál, de érezted, hogy első leszel? Hát ezt nem gondoltam, hogy első leszek, mert sose, ugye, a saját hibáit sose veszi észre az ember, de
Azt éreztem, hogy jó lett, mert ellenőrzések is kijöttek úgy igazából. És mi leszel, hogyha végzel, hiszen mondom, a matematika az nem vetlenül a kedvenced. Hát még nem tudom, gondolkodok, de közgazdasági pálya a legvalószínűbb, és igazából a történelmet is szeretem, szóval még a fele is, valami olyan szakmában is gondolkodok. És hát gondolom azért nem csak matematika versenyen voltál ebben a tanévben, merre jártál még? Hát történelmi versenyen voltam megyein, és hát OKTV-ken is kipróbáltam magam, de azok annyira nem sikerültek jól ebben az évben. És akkor mi a kitűzött cél, tehát jövőre? Hát matematika és történelmi OKTV-n a második fordulóba szeretnék bejutni, de ezek eléggé távlati célok még, mert sokat kell hozzátanulni. Hát reméljük, hogy akkor ez sikerül, és még egyszer gratulálunk neked ez az első helyhez. Köszönöm szépen. Ferenc Józseffel, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 9. évvel beszélgetünk, aki egy nagyon szép versenyen, nagyon szép helyezést ért el. Hol volt ez a verseny, és miből? Az országos Sziporka matematika versenyen vettünk részt. Múlt szombaton Budapesten rendezték meg, és ott értem el országos harmadik helyezést. Mit jelent számodra a matematika? Tehát gondolom ez a kedvenc tárgyod, de mi pont matematika? Úgy érzem, hogy ez az a tantárgy, amiben sikereket tudok elérni. Úgy gondolom, hogy elég összetett, és számomra elég nagy kihívást jelent, és örömömet lelem abban, hogy meg tudom ezeket a feladatokat oldani, és ahogy egy-egy feladaton végigmegyek, és végül, ha nem is jön ki az eredmény, tudom, hogy később meg tudom nézni, hogy miben hibáztam, és tanulni belőle. Tehát akkor a sikerélmények téged előrébb visznek, ha jól értem. Matematika mellett mi a kedvenc? A matematika mellett a másik kedvenc tantárgyam a fizika, mivel matematika-fizika szakon tanulok. Hasonlóképpen a matematikához ez is az egyik kedvenc tantárgyam. És egyébként ilyen kísérletezgetős vagy? Tehát a fizikát mondjuk miért szereted? A fizikában nagyon szeretem azt, hogy tanulok a környezetemről, és hogy mi folyik, éppen hogyan történik egy-egy mozgás, miből áll össze, és hogy tudom számokban kifejezni azokat a sebességeket, mennyi idő alatt gyorsul egy-egy tárgy. Hát akkor megint csak a matematikához egy picikét közel áll ez a fizika, úgy látom. Igen, igen. És mi leszel, ha nagy leszel? Szeretnék matematika és fizika tantárgyakkal tovább tanulni. Igazából a mérnöki vonal érdekel legjobban. Villamosmérnöki vagy gépészmérnöki szakok érdekelnek a legjobban. Hát akkor addig még sokat kell tanulnod, és azt kívánom, hogy legyenek ilyen sikerélményeid, és akkor egy picikét a dobogó harmadik helye az nagyon szép, és akkor még több első-második helyezés neked. Igen, még innen lehet fejlődni, és remélem jövőre is legalább ilyen eredményeket érek el. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Köszöntöm nézőnket, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban két röplabdás fiúval beszélgettünk, Sarkadi Bencével és Nagy Lászlóval, hiszen harmadikok lettetek egy országos versenyen. Hol volt ez a verseny? Hát ez a verseny idén is már harmadjára Debrecenben került megrendezésre. Hát én mondhatom azt, hogy ez egy elég színvonalas verseny. 10 fiú és 10 lány csapat volt. Mit kell tudni a csapatról? Ti mondjuk mióta játszatok, Bence? Hát volt sok diák, aki elballagott, és velük voltunk összeszokva. Ugye most a újabbakkal kellett összeszokni, és új feladóval játszani. Tehát mondhatjuk akkor azt, hogy ez a harmadik helyezés is nagyon szép egy most alakuló csapattól? Igen, nagyon szép eredményt értünk el, de így is tudhattunk volna egy jobb eredményt magunkévá tenni. Csak hát ez nem úgy sikerült, ahogy mi akartuk, 2 ponttal kaptunk ki, és így a elődöntőt Kazincz Barcika ellen játszottuk, ők meg
ugye igazolt játékosok is vannak benne, meg sok erős, és veszettünk ellenük. De egyébként mit jelent számotokra a röplabdát? A magasságotok az adott hozzá, te mióta röplabdázol? Hát én 9-es korom óta, tehát már most idén 3 éve, emellett kosárlabdázok is, de a röplabda számomra az elsődleges sportág. Edzünk, mint említettünk, már Major János, aki egyben az osztályfőnököm is, és hát nagyban közrejátszott az, hogy én elkezdjem ezt a sportágat, de egyáltalán nem bántam meg. Mi az erősséged? Hát center poszton játszok, de ha előfordul az is, hogy 4-es ütőként. És neked? Hát én hozzájuk 10-be csatlakoztam, mert 9-be úgy voltam vele, hogy nekem ez nem való, meg inkább a kosárlabda, mert azt csináltam több évig. De kipróbáltam, megszerettem, és Major Jánossal sikerült magamat felhozni. Elsőnek ütőként, meg mezőnyjátékosként szerepeltem, majd így be kellett állni a feladói posztba, mivel hát elballagott a játékosunk. Mondjuk el, hogy kik a csapattagja, hiszen ők most nincsenek jelen. Hát feladunk ugye Sarkadi Bence, 4-es ütőnk Zsembeli Zsadány, Laponc János, Lakatos István, Erdős Róbert, Laponc Mihály, és jó magam, Nagy László. Én gratulálok nektek ehhez a harmadik helyhez, de azért beszéljünk a lányokról is, hiszen ők most nincsenek itt, de úgy tudom, hogy ők 5-ek lettek. Igen, 5-ek lettek. Hát sajnos a sorsolás az úgy volt, hogy egy pont mindig egy időben játszottunk, de persze voltak eltérések, mert valakinél hosszabb idő volt, valakinél rövidebb, de így egy meccsüket láttuk, de az se végig. Szépen szerepeltek a tavalyi eredményhez képest. Nagyon összeszoktak ők is, mert ugye ők is újak voltak, azóta egy évet már csak játszanak, és nagyon felhozták magukat. Mi a cél a következő évi versenyen? Hát talán jobb helyezést elérni. Hát de minimum megtartani a harmadikat. Hát igen, igen. Én azt kívánom, hogy ez sikerüljön, és akkor akik még most kezdték, azok is sokáig lehessenek ennek a csapatnak a tagjai. Köszönöm szépen, és sok sikert nektek a tanulásban is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik. Üdvözlöm Szabó András, Kunhegyes város polgármesterét. Milyen sikeres topos pályázatai vannak Kunhegyesnek? Hát a városháza felújítását már elkezdtük. Ez 84 millió forint, de hát hozzá kell tennünk 21 milliót, hisz 100 millióra pályáztunk, és nem húztak le belőle semmit, tehát nyilvánvaló, hogy 84 millióból nem lehet megcsinálni. Ez már szépen halad, a tető rendben van, teljesen felújításra került, és most belülről is, meg szigetelés, kívülről, festés, mázolás, ilyesmi folyamatban van. A másik, még a közbeszerzést nem bírtuk írni, mert nagyon szakmailag nem egyszerű. A kakat élővé tétele, ez két részből áll. Egyrészt 350 milliót nyertünk a szilárd burkolattal, látjuk el, és mellette pedig sétáló partot, kerékpárutat, szépen a környezetet rendbe rakjuk, erre 410 millió, úgy nevezik ezt, hogy a zöldváros projekt, tehát tulajdonképpen közel 800 millió forint kerül beépítésre ebben az évben, illetve ezen a szakaszon. Vannak még a ipari parknak a korszerűsítése, itt szennyvíz, belvízelvezetés, víz, nek a fejlesztése tulajdonképpen erre megy rá, ez a 117 millió forint. A közmunkaprogram itt Kunhegyesen milyen méreteket ölt, és milyen eredménye van? 300 fő körül van mindig a alkalmazott személyek száma. Itt a legnagyobb a kertészet, ott 105 ember dolgozik. Hát most nem soká ültetik ki a virágokat, ez azt jelenti, hogy körülbelül 10 millió forint értékben
a palántákat minden évben felnevelik, amit kiültetünk a városba, ugyanakkor zöldséget is termelnek, paprika, paradicsom és a többi. Tehát ez eléggé rentábilis, ugyanakkor még dolgoznak a közúton, aztán a hulladék összeszedésen, tehát elég sok oldalon, ugyanakkor a hagyományos területeken is, irodákban, iskolában, polgármesteri hivatalban, ők már, akik tulajdonképpen érettségizettek, vagy felsőfokúak, tehát besegítenek ezen a területen. Hamarosan kezdődik a jó idő, a nyár van, a településnek egy strandja is, ott majd helyben el fogják mondani a készleteket, de itt a parkokban esetleg ugye van egy nagyon szép és látványos szökőkút. Mikor indítják meg, és mivel készülnek? Hát mindig május 1-én indul be ez a program. A strandunk az május 1-től szeptember 30-ig van nyitva. Nagyon szép, 7,5 hektár területen fekszik, az úszómedencénk is fűtve van a termálvízzel, és ugyanakkor van egy gyógyvízes medence, amelyiket gyógyvízre nyilvánítottak hosszú évek során. Tudtuk ezt elérni, meg van a gyerekeknek, ami úszásoktatásra való medence, a élményfürdőszerű, vízeséssel, gombával, tehát szép, nagyon szép a strandunk, és nagyon közkedvelt, különösen a kunhegyesek, de még Budapestről is van, amikor egy busz ide jön, mert nagyon szeretik. Nagyon híres, hogy mindig olyan szép a parkja a Kunhegyesnek, rózsák nyílanak, ez idén is így lesz? Igen, ez 3,5 hektáros zöld területünk van, valóban nagyon szép, hisz 4000 rózsa virít május 1-től egészen szintén szeptember végéig. Ugyanakkor a játszóterünk az országban legtöbbet tudó játszótér, hisz a Olimini obligó várak a 12-14 éveseknek és a 6 éveseknek külön-külön vannak ezek a várak, és rengeteg fitness eszközünk van. Ugyanakkor most sikerült a Dino Parkkal bővíteni a gyerekek nagy örömére. Köszönöm szépen! Üdvözlöm Szabó András, Kunhegyes város polgármesterét. Itt vagyunk az orvosi rendelőben. Ez egy nagyon szépen felújított épület. Mikor került ez felújításra, korszerűsítésre? Hát 3 éve kezdtük, de 2 éve, hogy így működik már, tehát tulajdonképpen 100 millió forintból teljesen fel lett újítva. A radiátortól kezdve, ajtókig, ablakokig mindent kicseréltünk, és hát nagyon szép lett. Azért is nagyon jó ez, hogy ez sikerült felújítani, mert most jelenleg jól állunk, nincsen betöltetlen orvosi állásunk. Mind a 4 közetben van. Orvos van, gyermekorvosunk, fogorvosunk, tehát teljesen jók vagyunk most jelenleg. Van ennek az intézménynek egy kuriózuma is, a névadóról. Mit lehet tudni? Dr. Borsos Imréről neveztük el. Dr. Borsos Imre nagyon nagy népszerűségnek örvendett a kunhegyesi lakosság körében. Mindenki nagyon szerette. Ő itt kezdte a pályafutását, Szegeden végezte az orvosit, és 82-83 éves korában halt meg. Nagyon szerették. A kezdetekben ő körzeti orvos volt, de ha kellett, fogat húzott, legenda is van róla, mert a férfiaknak úgy húzta fogát, hogy na, barátom, akkor idd meg ezt a feles kunhegyesi pálinkát, és akkor nem fog fájni. És tényleg volt ilyen, úgyhogy nem csak legenda, meg egyéb dolog, ő nagyon szerette a matematikát. Én, amikor 67-ben kikerültem, akkor rögtön differenciált egyenleteket oldottunk meg, tehát nagyon sokoldalú, nagyon művelt, nagyon emberséges, barátságos ember volt. Köszönöm. Üdvözlöm dr. Varjú Éva, kunhegyesi gyermekgyógyászt. Itt vagyunk ezenben a nagyon szépen felújított rendelőben, ahogy a polgármester úr is már elmondta az interjú elején. Ide elsősorban gyermekeket hoznak az ön körzetében. Miket tapasztal, milyen korúakat elsősorban, amikor megbetegedéses időszak van, nyárból, télből nyárba, mi a tapasztalat? Hát nálunk általában 14 éves korú
gyermekekig vannak, de 14-től 18 éves korig is elláthat a gyerek gyógyászbetegeket, és nálam is nagyon sok gyerek maradt, aki még 18 éves koráig is az én körzetembe tartozik, mivel ez gyerekkörzet, tehát ezeket a korú gyerekeket hozzák ide. Nyilván, amikor nagyobb megbetegedések vannak, akkor az alsóbb korosztály, főleg a 0-tól 3 éves korig, illetőleg a 3 éves kortól 6 éves korú gyerekek általában, akik inkább betegesebbek és betegeskednek. Hát az időszakos betegségek közül ugye az influenza járványt lehet megemlíteni, ami sajnos az idén nagyon hosszúra nyúlt, november végétől egészen április elejéig, március végéig voltak influenzás betegeink, elvétve még most is akad egy-egy gyermek, akinél ilyen tüneteket tapasztalunk. Hát ezek az idénybetegségek inkább aztán a hányás hasmenés, ami különböző vírusok miatt alakul ki a gyermekeknél, hát reméljük, hogy azért túlsúlyos formában az idén nem jelentkezik. Enyhébb formában zajlanak, most és most már a betegforgalom is nagyon csökkent. Téli forgalmunk sajnos nagyon nagy volt, olyan átlagforgalom lehetett olyan 60 körül, de volt, amikor 115-80-90 beteget is elláttunk. Szerencsére ennek, ahogy az influenza szezon lement, vége van, és most már beállt az a normális 40 és 50 közötti forgalomra, amit már könnyedén ellátunk. És gyakorlatilag a nyáron is körülbelül ilyen létszámú gyermekpopuláció látogat. Nálunk a pici babákat, meg a tanácsadást a szembe lévő oldalon a védőnői szolgálatnál kialakított rendelőbe látjuk el. Ők ott kapják a védőoltásokat is, a szűrések is ott történnek, sőt meg szoktam engedni, meg szoktam beszélni a szülőkkel, hogyha nagyon pici a baba, akkor ne álljanak itt a beteg gyermekek között, hanem ha valamilyen probléma van, szintén a védőnői szolgálatnál jelentkeznek, és én megyek át oda arra az oldalra, és akkor ott el tudjuk látni körülbelül 6-7-es korig, ez a kiváltság megillet mindenkit. Említette doktornő, hogy ugye az influenza megbetegedések voltak most túl nyújtva hosszan, illetve hasmenés, különböző vírusfertőzések. Lehet-e ezek ellen védekezni valamilyen formában kicsi gyerekeknek is, akár ugye amikor az óvodába mennek, közösségbe mennek iskolába? Van-e valami recept erre? Hát igazi recept talán a védőoltás, amit tudnék említeni, mert mind az influenza ellen, mind a hasmenések bizonyos formája ellen, a rotavírus ellen például, vannak már oltások, tehát ezekkel elsősorban az első védelmi sor. A másik pedig ugye mindenféle higiéniai szempontok, a gyakori kézmosások, a egyéb fertőzéseknél vitaminok, hogy föltöltődjön a szervezet, és a réteges öltözködés a téli időszakban, és nagyon vigyázni az átmeneti időszakban is, hogy olyankor meg könnyen levetjük az összes ruhánkat, és ez a gyerekekre különösen vonatkozik, egy kicsit jobban odafigyelni, hogy a réteges öltözékből lehessen levenni egy-két kis felső réteget, és akkor nem fognak megfázni, nem melegednek be a gyerekek a szaladgálás közben, nem melegszenek be szaladgálás közben, és így talán át lehet vészelni ezeket a dolgokat. Említette doktornő a védőoltásokat. Egész kiskorban nyilván vannak a kötelező védőoltások, már pár hónapos kortól. Vannak viszont az ajánlottak, amiket a szülő eldönteti, hogy vagy beadatja, vagy nem. Mi a tapasztalat, hogy mik azok, amiket beadatnak annak ellenére, hogy nem kötelező? Hallgatnak-e ilyenkor önökre a szakértőkre ebben? Hát az agyhártyagyulladás elleni védőoltás, amit talán majdnem mindegyik gyerekünk már megkapott, vagy most is folyamatban van. Ugye arról mindenki tudja, hogy egy nagyon komoly, súlyos fertőző betegség, és nyilván a mi
elbeszéléseink alapján is, meg tévéből, rádióból, bárhonnan tájékozódnak, és azt nagyon gyakran kérik, de ugyanúgy kérik például a kullancs elleni védőoltásokat, ami szintén nagyon fontos, ilyenkor tavasszal, ha erdőbe járnak, vagy kirándulásokra mennek, bizony nagyon-nagyon jó, hogyha védett a kullancscsipés ellen a gyermek. Aztán a himlő, a varicella elleni védőoltásokat is kérik. Sajnos, ami nagyon fontos lenne, hogy a rotavírus elleni védőoltások, ami a hasmenéseknek egy típusát védi ki, azok is menjenek. Van ellene védőoltás, viszont az ára miatt ezek az oltások egy kicsit háttérbe szorulnak. Tehát jó lenne ezen változtatni, hogy esetleg olcsóbb lenne, hogy mindenki hozzáférhessen ezekhez az oltásokhoz is. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok! Köszönöm szépen! Üdvözlöm Kovácsné Lázár Elvirát, a Kunhegyesi Általános Iskola és Művészeti Iskolának az intézményvezetőjét. A tanévről már nem olyan sok idő van hátra. Mit lehet tudni az intézményről? Hány fő, hány pedagógussal dolgozik együtt, hány gyermek tanul itt, illetőleg mik még az elkövetkezendő időszakban a programjai az iskolának? Intézményünk 311 tanulóval működik, illetve 38 pedagógus a nevelőtestület tagja. Valóban így van, hogy nem sok idő van a tanév végéig, de egész évben elmondhatom, hogy gazdag program kínálatunk van a diákok számára. Ami most nagy programunk lesz a Dózsa Gála a pénteki napon, amikor is a gyerekek egy-egy kis művészeti, táncos programokkal készülnek és bemutatják a szülők számára. Illetve tanév végéig még a sportprogramok, a tanulmányi versenyeknek a megyei országos döntői zajlanak, tanulmányi kirándulások. Éppen most nemrég vettük számára, hogy minden hétre gazdag program várja a gyerekeket. Milyen pályázatai nyilván itt a sikeres pályázatokról érdeklődünk elsősorban vannak az iskolának? Az elmúlt időszakban több pályázaton is részt vettünk, és sikeres pályázataink is vannak, szakmai pályázatok és az infrastruktúrális fejlesztésre szolgáló pályázatok. Most a legnagyobb pályázatunk az a tornaterem felújítására vonatkozó pályázat, 150 millió forintos pályázatot nyertünk, amelyből a tornaterem és a létesítményei kerülnek felújításra, illetve a tantermek burkolatcseréi, bútorzatai lesznek kicserélve, sok taneszközt tudunk vásárolni, ami a nevelés-oktatás minőségét nagyban fogja segíteni. Milyen a szülőkkel való együttműködés, kapcsolattartás? Mi számítunk folyamatosan a szülőknek a támogatására, és van is egy nagyon aktív szülői mag. Rendszeresen szervezünk olyan programokat, amelyekbe bevonjuk a szülőket is. Ilyen az iskolai farsang is, vagy most ugye a Dózsa Gálán is számítunk a szülők támogatására, illetve gyermekszülőnapot szoktunk szervezni, amikor együtt közös program a diákokkal, egy tanévvégi rendezvény, ahol egész napot együtt töltjük, és jól érzi magát diák, szülők, tanárok együtt. Milyen a környező települések iskoláival az együttműködés, a kapcsolattartás? Hogyan tudják egymás munkáját segíteni, ellesni esetleg egymástól fortélyokat, tanácsokat, ötleteket kérni egy-egy rendezvény kapcsán akár, vagy így a mindennapokban, hétköznapi munkát illetően? Hát itt a sok elfoglaltság mellett elsősorban a tagintézményünkkel van szoros kapcsolatunk, a Tiszagyendai Általános Iskolai Tagintézménnyel, illetve a tankerület iskoláival, bár ez most kezd majd kiépülni, hogy szakmai műhelymunkákkal vagy közös programokkal, hogy tudjuk egymás munkáját segíteni, ezt ezután szorgalmazni fogjuk. A klikkel való kapcsolattartást hogyan lehetne értékelni? Hát 2016. szeptemberétől a fenntartónk, a Karcagi Tankerületi Központ, illetve 2017. januárjától pedig a működtető is a tankerület látja el. Pozitív tapasztalatokról tudunk beszámolni. Minden területen segítik a munkánkat a szakemberek, és jó kapcsolatot tudtunk kiépíteni. Elengedhetetlen, hiszen egy városon belül ugye az iskola és az önkormányzat együttműködése, kapcsolattartása is nagyon fontos. Mit lehet erről elmondani? Hát ugye előtte a Kunhegyes Város önkormányzata volt a fenntartók, működtetőnk is a tankerületek megalakulása előtt. Nagyon jó kapcsolatunk van az önkormányzatunkkal azóta is, hiszen mindent megtesz az önkormányzat is pályázatok útján, hogy tudja az intézményünket fejleszteni, hiszen 13-ban a két nagy épületünknek a külső felújítása megtörtént, ablakok cseréjét végezték, előzőleg a mosdók, vizes blokkok lettek felújítva, illetve a 16-os év nyarán pedig egy nagyon modern, korszerű sportudvar készült, a rekordtámborítás
kerékpárosítású sportudvar, ami nagyon kényelmes, szeretik a gyerekek, ízületéjüket kímélő mozgásra ad lehetőséget, és azóta is közkedvelt a diákok körében. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok! Köszönöm szépen! Üdvözlöm Kolozsvári Imre ügyvezetőt, a Kunhegyesi Szent István strandfürdőnek az ügyvezetőjét. Hamarosan indul a szezon, május 1-i nyitás. Hogyan készül, mivel erre a strand? Jelenleg a medencéknek a karbantartása folyik még. Virágok kiültetése történik, hogy egy sokkal látványosabb legyen. Sajnos fejlesztésre nem volt még lehetőségünk. 10 éve történt az utolsó fejlesztés, nagyon szükségesnek látjuk még tanmedencék építését. Nagyon nagy a iskolák részéről, gyerekek részéről ez a fajta érdeklődés. Nagyon tetszik nekik a víz, reméljük, hogy nyílik majd lehetőség a pályázatra, és tudunk ez irányba is fejlődni. Gyógyvizünk van, 1960-ban nyitott tulajdonképpen a strand. Itt a környékben köztudott ez a víznek a jótékony hatása, a mozgásszervi megbetegedésekre kimondottan nagyon jó, de közérzetet is javítja. A pihennivágyók itt 7 hektár zöld területen tudják kielégíteni strandigényüket. Pihennivágyók nagyon sokan jönnek, illetve a fiatalok. Szezonban olyan éves 30 ezer körüli az a létszám, aki itt megfordul. A környező településekről szoktak-e érkezni a kunhegyesieken kívül? Természetesen igen. Itt mondjuk elég nagy felszívó erő a Berekfürdői strand. Ugyanazzal a gyógyvízzel rendelkezünk tulajdonképpen itt is. Kicsit kevesebb létszámmal ugyan, de itt a környező településekről iskolák, gyógyulni vágyók, mozgásszervi betegséggel küzdők elég sokan jönnek. Milyen medencéi vannak a strandnak? Van egy úszómedence, rettentően kedvelt fiatalok körében. Ez egy 33-as medence, hőcserélővel fűtött medence, tehát szezonban, hidegebb időben is egy olyan 26-28 fok között tudjuk biztosítani a medencevizét. Van gyermek medencénk, egy pancsoló medence, kifejezetten a kiskorú gyermekeknek. 3 év alatt ingyenes a belépő, és a gyógyvízű medencénk van még. A környező települések strandfürdőit említette, közöttük Berekfürdőt, hogy van egy felszívó ereje. Milyen az együttműködés, a kapcsolattartás, hogy akár itt Abáczalókot is nyílt strandjával lehetne mondani? Mennyire figyelnek egymás rendezvényei programraira, akár ugye a települések, most nem kifejezetten a strandokon? Hát ebben van fejlődési lehetőség, úgy gondolom. Szakmailag segítjük egymást, inkább olyan szokott előfordulni, hogyha valami eszközünk meghibásodik, akkor tartjuk a kapcsolatot. Szezon közben elég nagy az odafigyelés ugye az üzemelésünkre, és nem nagyon marad nekünk vezetőknek arra, hogy igazából másfele is vendégül menjünk, vagy másfele menjünk, de ismerjük a kollégákat, a szakmai együttműködés az, ami dominál ilyenkor. Köszönöm szépen, és sikeres szezont kívánok! Nagyon szépen köszönjük, és vendégként is szeretettel várjuk Önöket! Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk, jövő heti viszontlátásra mindenkinek!